Nem kell már minden pillanatban és másfél méteres védőtávolságra koncentrálni, és nem kenjük be kényszeresen a kezünket 10 percenként fertőtlenítő folyadékkal sem. Igen, mindez nagyon örvendetes. De annak, hogy most itt vagyunk, az alapvető oka mégiscsak egy nagyon ijesztő és nagyon szomorú dolog. Az az elszabadult vírus, ami a 21. században a legmagasabb szintű tudománnyal, a legfejlettebb technológiákkal felszerelkezett országokat is megrengette. Kettős érzésekkel köszöntötte a Pelszófer Ágnes az egészségügyi és a szociális dolgozókat Semmelweis nap alkalmából Tolnán. Ez a nap az egészségügyben piros betűs ünnep, és egyben Semmelweis Ignácnak, az anyák megmentőjének a születésnapja is. A város önkormányzata vacsorával és a Swing Ladies előadásával mondott köszönetet a szféra dolgozóinak. Elsősorban az, hogy nagyon nagy örömmel fogadtuk a polgármester asszony részéről ezt a meghívást, mert úgy érezzük, én szerintem mindannyian, akik itt vagyunk, hogy van, aki értékeli tényleg a munkánkat, és az, hogy ezt a Semmelweis napot az egészségügyi dolgozók napjává, szabadsággá tették, ezzel olyan szépen megkoronázta ezt az eseményt, hogy kaptuk ezt a meghívást, és tényleg nagyon-nagyon köszönettel fogadjuk el, és nagyon örülünk neki. Nem könnyű, másfél év van mögöttünk, és még ki tudja, hogy mi van előttünk, mert nem tudjuk a jövőt, de úgy látjuk, úgy gondoljuk, hogy ez a nyár, ez sokkal több ez a 21-es nyár, mint az eddigi nyarak, sokkal több felszabadultságot, sokkal több örömet okoz mindenkinek szerintem, azzal, hogy úgy érezzük, hogy egy kicsit győztesek vagyunk ebbe a harcba. Július 1-e a Semmelweis nap, az egészségügyben dolgozók napja. De én nem csak az egészségügyi dolgozókat, hanem a szociális szférában dolgozókat is meghívtam erre az alkalomra, hiszen az a másfél év, vagy közel másfél év, ami idő alatt ők emberfeletti munkát végezve, tényleg odaadóan és magukért és értünk is helytáltak, az azt gondolom, hogy mindenképpen tiszteletre méltó, és én ezzel az estével szeretném megköszönni a városlakók nevében azt, hogy ők kivétel nélkül valamennyien nagyon sokat tettek, és vigyáztak magukra is, vigyáztak ránk is, és én szívből kívánom mindenkinek, hogy ilyen soha többet ne jöjjön vissza. A hírek szerint előfordulhat, de én biztos vagyok abban, hogy akkor is helyt fognak állni, de ehhez partnernek kellni mindenkinek, hiszen nem csak az egészségügyben és a szociális szférában dolgozók feladata az, hogy megvédjenek bennünket, hanem magunknak is feladatunk az, hogy megvédjük magunkat, tehát magunknak is vigyáznunk kell magukra, nem csak járvány idején, hanem akkor is, amikor nincs járvány. Ez a rendkívüli jogrend alatt, mint ahogy elmondtam a köszöntőmben is, ugyan nem fegyverekkel vívtuk ezt a háborút, és nem egy rendkívüli vihar volt, vagy egy időjárási katasztrófa. Ez egy másfajta támadás volt az emberek, az emberiség ellen. Egy aprócska vírus, ami felfordította az egész életünket. Nagyon tiszteletre méltó az is, ami egyébként az orvostudomány, a vírus kutatás és a vakcina kutatás terén folyt, de ez a tevékenység, ez nem itt a városban folyt. Én most az itt dolgozóknak köszöntem meg ez alkalomból ezt a rengeteg munkát. I'm sure of father, and now I wanna be.